augusztál is. Sporttal, zenével és tánccal ünnepeltek a Szalki-szigeten a dunaújvárosiak. Elismerés. Átadták a Propentele díjat. Jótékonyság. Iskolakezdési jótékonysági akciót szervez az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm nézőinket, Önök a Dunaújváros TV híradóját látják. Ünnep. Sokan sporttal, zenével és tánccal ünnepeltek a Szalki-szigeten rendezett Szent István napi programsorozaton. A rendezvényt koncertekkel és tűzijátékkal zárták. Tapsot kérünk szépen neki! Erik Vált adja a díjakat. A Szent István Strandfoci Kupa díjátadójával kezdődtek az augusztus 20-ai ünnepi rendezvény délutáni programjai a Szalki-szigeten. A folytatásban a zenés és színpadi műsoroké volt a főszerep. Színpadra lépett többek között Király Linda is, aki elmondta, a közönség iránti alázat nagyon fontos pillére a zenélésnek. Nagyon komolyan vesszük a szakmánkat, meg még ráadásul nagyon hálások vagyunk, hogy ezzel foglalkozhatunk, úgyhogy megtiszteljük mindig a helyszínt, meg a lehetőséget és a közönséget. A fellépők között volt testvére Király Viktor énekes is, aki élőben zenekari kísérettel lépett fel. Én teljesen máshogyan érzem magam, amikor zenekarra játszom, mint amikor zenekar nélkül. Sőt, bevallom őszintén, mi már másfél éve elhatároztuk, hogy nem is megyek sehova zenekar nélkül. Nekünk ez a stílusunk, hogy mi élőzenét képviselünk, és nem is akarok csak úgymond egy CD-t berakni és zenélni, mert nem is érzem annyira jól magamat, és ezt a közönség is észreveszi. Az este egyik legjobban várt fellépője a Kormorán zenekar volt. Mint azt a zenekar tagja, Koltai Gergely elmondta, sajátos cél lebegett a szemük előtt, mikor évtizedekkel ezelőtt megalapították a zenekart. A nagy álmom az volt, hogy a népzenét és a rockzenét valamilyen módon együtt lehessen hallani a színpadon. Igazából azt a fajta Bartóki modellt szerettünk volna megcsinálni a rockmuzsikában, amit a tudósok nagyjából pontosan meghatároztak már, hogy végülis Bartók Béla semmi más nem csinált, mint a népzenét apró miszlikbe szétszette és egy teljesen másfajta szinten összerakta újra. Ez a kortárs zenében ez lett a Bartóki modell, és hát ugye ismerjük Bartók munkásságát a komoly zenében. Valami ilyesmit szerettünk volna. Az est fénypontjaként tűzijátékot láthattak a kilátogatók a Szalki-szigeten. Az augusztus 20-ai rendezvény zenei programját a Mobilmánia koncertje zárta. Elismerés. Átadták a Propentele díjat. A zenés műsorral színesített eseményen Matlag Attilát tüntették ki a Propentele díjjal, valamint átadták a Penteléért oklevelet, amelyet Juhász Istvánné és Fehérvári Mihályné érdemelt ki. Hingyi Lászlótól, a körzet önkormányzati képviselőjétől vehette át a Propentele díjat Matlag Attila, a Pentele baráti kör elnökségi tagja, aki több mint 30 éve aktív résztvevője Pentele városrész életének. 84 óta működöm én itten a Penteli klubházba, meg még amikor a TSZ volt, ugye akkor a Vörös Kereszt alapszervezet, a Vörös Csillag alapszervezet, meg a Penteli Vörös Kereszt alapszervezet csinált a felvonulásokat, a Szüreti Batyubált. Na most akkor 80 évben, amikor érkeztem, hogy akkor milyen fiatal harcos voltam, akkor néztem az öregek, mit csinálnak, hogy csinálják. És akkor utána vettük át szépen kicsienként, csak aztán a TSZ megszűnt, a kocsik, a lovak eltűntek, úgyhogy most már csak ilyen bálokat tartunk. A Propentele díj megálmodója Szabó Tamás az elismerés alapításáról, történetéről beszélt. A Propentele díjat éppen azért alapítottam, lényegében én kezdeményeztem 1988 környékén, hogy láttam, hogy mennyi lelkes és nagyon nagy munkát végző egyén van Pentelén, akiket akkor még a szegény halászfalu koncepciója miatt nem nagyon becsült meg a város. És akkor hoztam létre a Propentele díjat, a Penteléért alapítvány volt a szervezeti kerete. A Propentele díj átadásán a Pentele Kék ne felejts énekkar is műsort adott. Az Ökumenikus Segélyszervezet az idén is megszervezi segítségnyújtó akcióját, amivel a rászoruló családok tanévkezdését támogatják. Az egyházak együttműködésével, többek között tankönyvek és iskolaszerek támogatásával segíti a tanévkezdés terhének csökkentését.
A rászoruló családok segítésére a www.segélyszervezet.hu internetes oldalon van lehetőség, a Segíts Te is fülre kattintva. Az elmúlt egy évben, amióta itt vagyok Dunói városban, ugye katolikus, római katolikus hittant is tanítunk az iskolákba, és belátunk az iskola életébe, gyerekeknek a mindennapjaikba, és sajnos látni szomorúságot, látni azt, hogy sok-sok rászoruló család van, sok szülő akár külön van, külön él, egyedül nevelnek több gyermeket akár, kettőt, hármat, négyet is, amennyit felvállaltak, és egy szülő neveli. Rengeteg, aki nehézséggel küszködik. És érdekes, hogy onnan is lehet ezt meglátni, észrevenni, hogy leginkább ezek a családok nem beszélnek erről annyira, hallgatnak inkább, szerényebben állnak hozzá, de nagy-nagy szükséget szenvednek. Ezek az igazi szegények, rászorulók, ezeket tudjuk támogatni. Most iskola kezdés van, szeptember közeledik, hatalmas költség. Modern Városok program tervezési fázisába lépett a kormánnyal még májusban aláírt együttműködési megállapodás. Orbán Viktor miniszterelnök és Cserna Gábor polgármester még május végén írta alá a Modern Városok programról szóló megállapodást. Ennek értelmében Dunaújváros 31 milliárd forintos támogatásban részesül. A kulcskérdés az, hogy sikerül-e Magyarországot a modern ipari forradalomba bekapcsolnunk. És sikerül úgy bekapcsolni, hogy abból több előny, mint hátrány származzon. Na, ebből a szempontból érdemes figyelnünk mindazt, ami Dunaújvárosban történik, mert ha Dunaújvárosnak se sikerül bekapcsolódni ebbe a modern ipari forradalomba, akkor kinek fog? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez egy kulcskérdés, ha úgy tetszik a modernség, a modern ipari versenyképesség szimbólumává válik majd Dunaújváros. A programnak köszönhetően fejlesztik többek között a Fabó Éva sportuszodát, valamint a közúthálózatot. Emellett logisztikai központot létesítenek Dunaújváros határában, és elköltözik az autóbusz pályaudvar is. A Modern Városok zömében a Modern Városok programjával összefüggő határozati javaslatokat tártuk önök elé. Az augusztusi rendkívüli közgyűlés 18 napi rendi pontjából 6 foglalkozott a Modern Városok programjának dunaújvárosi teendőivel. A kormánnyal megkötött együttműködési megállapodás részeként ugyanis vannak határidős feladatok. Ezek előkészítéséről határozott a városvezetés. A kormányzat felé szakembert kapcsolattartóként ki kellett jelölnünk, Szabó Imre főépítész úr személyében, aki a hivatal részéről koordinálja az előbb említett feladatok elvégzését. Az érdemi munka a különböző tárcákkal való kapcsolatfelvétellel fog augusztus, illetve az ősz folyamán megkezdődni. Hogy mikor láthatunk el ebből kapavágást, érdemi eredményt, látványos eredmény, ennek is megvan maga a ütemterve, kormányhatározatba foglalva. A polgármester hozzátette, már jövőre megkezdődik az érdemi munka, és a 2019-es helyhatósági választásokig minden egyes az együttműködési szerződésben foglalt fejlesztés megvalósul. A kormány 2015 tavaszán hirdette meg a Modern Városok programot. Ennek részeként a kormányfő az ország mind a 23 megyei jogú városába ellátogat, ahol a városvezetőkkel egyeztet a fejlesztési elképzelésekről, és a közösen megfogalmazott célokhoz támogatási forrásokat is biztosít. Hétfőn csökken a felhőzet, de keleten, északkeleten estig borús marad az idő. Nyugaton már csak futó zápor fordul elő, de keleten több helyen valószínű újabb zápor, zivatar, felhőszakadás. Mindenhol megszűnik a hőség, a hőmérséklet tághatárok között 15 és 25 fok között alakul. Következnek főbb híreink még egyszer röviden. Augusztális. Sporttal, zenével és tánccal ünnepeltek a Szalki szigeten a dunaújvárosiak. Elismerés. Átadták a Propentele díjat. Jótékonyság. Iskolakezdési jótékonysági akciót szervez az Ökumenikus Segélyszervezet. Híreinket az interneten is megtalálják a www.dstv.hu honlapon. Munkatársaim nevében is köszönöm meg tisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!
készült a médiatanács támogatásával.